Köszöntöm nézőinket! Kultúrszoba című műsorunkat látják. Tartsanak velünk! Szekszárdon nyitotta az év első napját a 100 tagú cigányzenekar. Az országhatárokon belül és túl ismert együttes szólistái adtak ünnepélyes koncertet. Sztárvendégként fellépett Peller Károly és Szendi Szilvi is. A 38 esztendeje született, világhírű társulat, klasszikus szimfonikus zenekarként működő együttes, a világon egyedülálló zenei formáció. Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália és Európa számos városában több, mint 1000 koncertet adtak. Komoly zenei művek mellett tradicionális magyar cigány muzsikát, magyar nótát és népdalt játszanak. A Magyar Örökség díjat 2000-ben nyerték el, ugyanebben az évben bekerültek a Guinness Rekordok könyvébe is. Fennállásuk óta 27 CD-t, 5 DVD lemezt jelentettek meg, ebből 5 platina, 9 aranylemez lett. 2014-ben bekerültek a Hungarikumok gyűjteményébe is. Dani Lőrinc Robert, az egyesület elnöke elmondta, a műsorokat mindig az adott nézősereg összetétele alapján állítják össze. Mivel ez egy újévi program, mindig úgy állítjuk össze, hogy az új évnek megfelelően mindig virtuoz legyen, legyenek benne olyan számok, amik meg tudjuk mutatni, hogy a mi virtuozitásunk, a mi klasszikus előadóművészetünk ez hogy is működik. A 2023-as év sikerekben gazdag volt az együttes számára. Tudnák kettőt is kiemelni, egyik a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahol monumentális előadásunk volt, ott mindig 100-an tudunk megjelenni, és a másik a Budapesti Kulturális Központ, ami 30-án volt tegnap előtt, az egy nagyon nagy szobású zene és bor előszilveszteri program, ahol 100-an vendégszereplünk, operett vendégszereplőkkel, ahol óriás a siker, ott is mindig a műsorunk összeállítása attól függ, hogy milyen a nézőközönség. Nagyon sok külföldi, nagyon sok magyar van a nézők között, és óriási siker van mindig. Egybekötött a gasztronómia és a zene. Az elnök ismertette, az év első napján adott koncertnek mindig különös jelentősége van, hiszen fontos, hogy milyen módon tudnak elindulni az adott esztendőben. Ezokból kiemelten kezelték az előadást, amit próbáltak a közönségnek is megmutatni. Az együttes idén 10 templomi koncerttel is készül. A zenekarnak a legtöbb része vallásos, és szeretnénk ezt a cigányzenét, ezt visszatenni az emberek szívébe, és hol a legnyitottabbak az emberek, hanem egy templomban nyitott szívvel várják a zenét, és az állam segítségével most egy 10 állomásos koncertet adunk Magyarországon. A szólisták klarinét, hegedű, cimbalom, bőgő és brácsa segítségével adták elő a műveket. A társulat célja, hogy a cigányzenével megszólítsák a fiatalabb generációt is. Ha megkérdezik az ő nagyapjukat, vagy édesapjukat, ők is mindig magyar nótára, esetleg tudok mondani, vasárnapi szól a nótához, úgy ebédeltek. Ebben a programban meg szeretnék szólítani őket is, hiszen kicsit feledésbe merült, ugye az éttermekből is kiszorultak most már a cigányzenék, nagyon sok gyors étterem miatt, de nekünk az az első koncepció, hogy a fiatalokat akár határon innen, határon túl kiaknázzuk őket, és szeretnénk illeszteni a 100 tagú cigányzenekarban. Ennek a koncepciója az, hogy egy iskolát szeretnénk létrehozni, és ennek a folytonosságát megalapozni. A szólisták főprímása Lendvai Csócsi József. Ő 2,5 évesen már hegedűt ragadott, és édesapját próbálta utánozni. 10 éves korától már a Rajkó zenekarban játszott, és tanulmányait is itt folytatta. 20-as éveinek elején megalapította saját nevével fémjelzett zenekarát, amellyel világkörüli útra indult. Toldi Edit női prímás, 2011 óta az egyesület tagja. 8 hónapja lettem prímás. Az új vezetés által megváltozott mindennek a tematikája, és hát azóta vagyok prímás. Még több számot szeretnék vezetni, most a Brahms 5-ös az enyém, azt vezetem, szeretnék többet. Toldi Edit elmondta, a 2023-as év nagyon jól sikerült számukra. Ez köszönhető az elnökváltásnak is, ami után egész más koncepcióval álltak fel.
A közönség szeretete a legfontosabb a számára. A közönség szeretete, amikor látom rajtuk, hogy szeretik, élvezik a zenénket, vastapssal fejezik ki azt, hogy nekik mennyire tetszik. Ez tud engem motiválni. Peller Károly színész, operetténekes és Szendi Szilvi színésznő, szubrett a 100 tagú cigányzenekarral együtt operett darabokat adtak elő. A közönség számára a Csárdás királynő legismertebb részeivel is készültek. Már az ország szinte összes megyében jártunk velük, és külföldön is. Nagyon-nagyon jó velük muzsikálni, egy elképesztő jó csapat, és mindig nagyon jó hangulatú egyébként, nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is nagyon jó a hangulat velük. Ha jól emlékszem, még fiatal pályakezdők voltunk, amikor először fölléptünk a 100 tagú cigányzenekar, úgyhogy ez tényleg ilyen évtizedeknek mondható már a kapcsolat. Természetesen a legismertebb operett részleteket énekeljük, a Csárdás királynő leghíresebb részeit, a Terongyos élet, Jaj cica, Hajmási Péter, Húzzad csak ki világos viradatig, és hát az ilyen magyarosabb operettek is, mint a Déli bábos Hortobágyi vagy a Szépváros Kolozsvár. 2023 nekem tulajdonképpen egy nagyon jó év volt, rengeteg jó szereppel, sokat is rendeztem, és ami a legnagyobb büszkeség, hogy én kaptam meg először a Rátonyi Róbert díjat, az operettért végzett munkásságomért, úgyhogy ez a 2023-as év csúcsa, azt hiszem. A művész elmondta, 2024-ben sok jó szerep és annál is több rendezés vár rá. Továbbá a zenés színház népszerűsítése is fontos számára. Igazából, ha az ember fáradt is, vagy rossz kedvű, vagy nincs kedve, akkor is, ha fölmegy a színpadra, akkor a közönségnek a szeretete az egyszerűen akkor átdob az emberen, hogy akkor mindig utána rájön az ember, hogy ezt érdemes csinálni, mert hogy láthatólag embereknek örömet szerez vele, és az emberektől meg én is nagyon sok boldogságot kapok. Én azt gondolom, hogy sokszor beszélünk arról, hogy a cigányzenének újra reneszánsza van, meg a magyar nótának cigányzenével, de hogy igazából ez pont ugyanolyan, mint az operettel, hogy ugye az operettet is körülbelül 100 éve temetik, hogy na hát ez már egy halott műfaj, és mégis, ha elmegyünk bárhova fellépni, akkor tényleg korosztálytól függetlenül mindenki énekli velünk ezeket a dalokat, és azt látom, hogy a cigányzenére is elképesztő igény van. Hát, csak egyet mondok, hogy az ember elmegy egy esküvőre, hát nincs olyan, hogyha előkerül egy cigányzenekar, akkor ne kezdjen mindenki énekelni nótákat, dalokat. Úgyhogy az valahogy ugye a mi kis kárpát-medencei magyarságunkhoz hozzátartozik a cigányság, a cigányzene, hiszen a cigányok és a magyarok együtt tudnak igazán jól mulatni, azt hiszem. Szendi Szilvi, Peller Károly fellépő partnere már 28 éve az operettnek szentelte az életét. Kutatom is a műfajt, mint leendő színháztudományi szakon tanulok, illetve abszolváltam már a Károly Gáspár Tudományegyetemen színháztudományi szakon, és mániám, hogy kutassam az operett történetét, és valóban arról van szó, hogy mindig valamiért a periféria szélére került. De egy olyan szórakoztató műfajról és egy olyan nagy tömegeket vonzó műfajról van szó, és örök érvényű témája a szerelem, ami azt hiszem, hogy foglalkoztat mindenkit szinte 0-tól 99 éves korig. Tehát aki azt mondja, hogy nem szereti, szerintem ez a nem szeretése addig szól, amíg egyszer csak meg nem hallja. És ráadásul mindenki úgy van vele, hogy jaj, nem szeretem az operettet, de meghallja valahol félrészegen egy szilveszteri éjszaka mondjuk a Jaj cicát, nincs olyan ember, aki nem tudná tovább dúdolni, ha a szövegét nem is tudja, de valahogy ez bennünk van, a vérünkben van, és ez szerintem ez egy, nem érdemes letagadni. A színésznő elárulta, a tavalyi évében szinte mindenkihez hasonlóan számára is voltak jó és rossz történések egyaránt.
az idei évre nagy várakozásokkal tekint. A legfontosabbat én mindig azt szoktam egyébként mondani, hogy tanulnunk kell abból is, ami jó volt, hogy azt hogyan lehet még tovább fejleszteni, és ami rossz, azon megváltoztatni, hogy hogyan legyen. Most így pillanatnyilag konkrét dolog nem jut eszembe, lehet, hogy erre nekem egy kicsit több idő kellene, hogy ezt átgondoljam, még nem gondoltam át. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, az újévi koncert már évek óta hagyomány. Hozzátette, nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy a zenekar és a sztárvendégek elfogadták a meghívásukat. Voltak évek, amikor a Művészetek Házában voltak komoly zenei koncertek, de néhány éve úgy döntöttünk kollégáimmal, hogy a színházteremben egy-egy nagy produkciót szeretnénk erre a napra lecsalni, és a tavalyi évben is egy kiváló szimfonikus zenekar volt a vendégünk, ebben az évben pedig nagy örömünkre már korán kezdtük a szervezést, és az ősz elején sikerült a 100 tagú cigány zenekarnak a legkiválóbb szólistáiból egy nagyszerű formációt néhány operetténekes kíséretében megszereznünk. Én azt gondolom, kicsibe talán nem tűnik nagy képviselőnek részünkről, kicsibe egy hamisítatlan január 1-i újévi koncert hangulatát fogja idézni, amelyet nagy városokban, mint Budapesten, Bécset és a világ kiváló színpadain hasonlóan láthatnak. Értelemszerűen egy kicsit kisebb méretben, de színvonalában ugyanazt hozza. A világ klasszikusainak a színe java fog itt megszólalni. Strauss, Brahms, a legkiválóbb újévi keringők, polkák. Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig jönnek a fogadkozások, az újévi elgondolások. Mi annak örülnénk, ha legalább a tavalyi évhez hasonló gazdag programkínálatot tudnánk nyújtani. Szeretnénk, ha a szabadtéri városi nagy rendezvények közül még több visszatérhetne, még több megvalósulhatna, de ha folytatódik az a tendencia is, hogy szinte valamennyi előadásunk teltházas lesz, legyen a színházi, koncert, kiállítás, egyéb művészeti produkció, akkor azt gondolom, hogy nagyon boldogok lehetünk ebben az évben is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere számára január 1-e egy negatív emléket is hordoz. Nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bír ez a nap, mert tavaly ilyenkor, pontosan egy évvel ezelőtt, 3:30-kor volt egy szívbeállásom, és a szívem úgy döntött, hogy folytatta tovább a munkát, mert a tavalyi évben nem január 1-én volt az újévi koncert, hanem egy későbbi időpontban, 15-én vagy 16-án, ha jól emlékszem, és hát akkor hál' Istennek már műtéten túl voltam, és Balatonfüredről tájékozottam itt a szekszárdi dolgok felől. Most január 1-én tartjuk az újévi köszöntőt, újévi koncertet. Nagyon örülünk neki, hogy ez összejött, mert gyakorlatilag előzményként elmondhatom, hogy a szekszárdi vendéglátó helyeken teltházas rendezvények voltak, és mellette a Béla téren ismételten volt örömünnep a 2023-as év végén. A teltházas 2 órás koncert szünetében a közönség és a fellépők közösen pezsgővel is kocinthattak. Tüzes energiákkal érkezik a sárkány éve. Ez a mitikus jegy a jó szerencsét, erőt, egészséget szimbolizálja. A kínai asztrológia szerint komoly változásokra számíthatunk a 2024. évben. Molnárné Gyürki Erika asztrológus elmondta, hogy februárban befejeződik a nyúl éve, és belépünk a fa sárkány esztendőbe. Utoljára 1964-ben volt ilyen év, mely történéseit érdemes visszaeleveníteni, mert hasonló értékek kapnak fókuszt idén is. Dollárévek szerint mindig február 3-án vagy 4-én kezdődik a következő év a kínai asztrológiában. Úgyhogy most ez az év, ez február 4-én, délelőtt 9:30 fog indulni igazából, akkor fog bejönni teljes egészében a sárkány energiája, de hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy még egyik pillanatban nyúl év van, és akkor puff, berobban a sárkány, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy szép lassan jön befelé. Annyira, hogy jön befelé, hogy most a januári hónap, a januári bivaj hónap már sárkány napon indul. Tehát a sárkány energiája már január 5-től itt lesz velünk, és egyébként a sárkány éve az a kínaiak szerint mindig a legszerencsésebb évek közé tartozik. A sárkány az egyetlen olyan állatjegy a kínai asztrológiában, aminek nincsen hétköznapi megfelelője. Tehát van 11 állatjegy, akik teljesen hétköznapiak, mondjuk egy tigris, egy ló, egy kakas, egy disznó, és sárkány az igazából egy mitikus állatjegy, tehát igazából nincs ilyen.
Tehát ő az, aki kiemelkedik a többi állatjegy közül, teljesen különleges, és a sárkány szeret is különleges lenni. Tehát a sárkány éva díjazza az egyediséget, a különlegességet, a saját dolgokat, a saját megszólalásokat, és emellett a sárkánynak óriási az igazságérzete. Tehát nem nagyon díjazza például azokat a dolgokat, amikor én csak úgy elviszem a másnak az írását, elviszem a másnak a munkáját, csak úgy idézőjel nélkül idézem másnak a mondatait, mert a sárkányével szereti az eredetiséget, az eredeti dolgokat. Tehát ez az egyik, amire törekedni kell, hogy önbizalom, eredetiség. A másik ugye az igazság, az igazságérzete. Harmadrészt a sárkány nagyon nagy lelkű állatjegy. Tehát amikor Buddha maga elé hívta az állatokat, akkor a sárkány negyediknek érkezett. Nem azért érkezett ő negyediknek, mert nem tudott volna csak úgy hip-hop oda repülni, hanem azért, mert tud közben folyton megállt segíteni az embereknek. Ilyeneket csinált például, hogy esőt varázsolt nekik. Az asztrológus hozzátette, hogy az év leghangsúlyosabb és legpozitívabb hónapjai lehetnek az április, a szeptember és az október. A kakas, a majom és a patkány jegyében születettek különösen jól profitálhatnak az idén. Érdemes lesz egy naplóban gondolatainkat feljegyezni, mert ezek fognak előre vinni, erre a legaktívabb időszak a 7 és a 9 óra közötti napszak lesz. Tehát amikor főzés közben csak úgy jön egy olyan ötleted, hogy ó, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hát persze, hogy ezt mindenki tudja, hát jó, hogy így van. És akkor egy óra múlva gondolkodsz, hogy mi volt ez, hát nem tudom, fogalmam nincs. Tehát amikor jönnek ezek az ötletek, ezek a sugallatok, azokat érdemes fölírni. Érdemes nyitni egy füzetet, érdemes hordani magunkkal a telefont a mikrofonra fölmondani, mert ezek az ötletek fognak előre vinni. Tehát folyamatosan vezetnek minket gyakorlatilag ezek által az ötletek által, és ebben van a jövőnk. Mire kell figyelnünk tehát nagyon erőteljesen? A forrásainkra. Mik lehetnek a mi forrásaink? Minden, amire tudunk támaszkodni, tehát a képzettségünk, a végzettségünk, az anyagi forrásaink, az erőforrásaink, a körülöttünk lévő kapcsolatrendszer. De akár a szüleinkre is mondhatom, hiszen a sárkány évében nagyon előtérbe kerül maga a család. A család, a kapcsolatok, a párkapcsolat. Tehát ezeket a dolgokat kell stabilizálni, és erre lehetőségünk is lesz. Pénzügyileg mire számíthatunk? Hát, hogy begyűrűzik az infláció. Tehát ez tovább fog folytatódni. Ugye az évvégi, illetve az évelei hatások, ugye január 1-e mindig azzal indul, hogy na, akkor minek az árát fogják megemelni. Most például megemelték a jövedéki adót a benzinben, nehogy azt gondoljuk, hogy ez nem fog az élet minden területére átmenni. Tehát gyakorlatilag mindenhol várhatók áremelések. Ugye az energia szektor az továbbra is bizonytalan lesz, és a környezetvédelem, ami még előtérbe kerül. A sárkány tüze, szenvedélye képes rombolni is, így azt tanácsolja a szakember, fogjuk vissza indulatainkat, mindig fontoljuk meg mondandónkat, tetteinket, gondolkodjunk, és így álljunk bele erőinkbe. Az a legjobb, hogyha mindenki azt csinálja, amihez ért. Mindenki abba teljesedik ki, ami ő maga, ami benne van. Na most az a helyzet, főleg a sárkány évben, hogyha nem tudjuk, hogy valaminek melyik végéről álljunk neki, akkor inkább neki se állunk. Á, jó van, majd holnap után, majd soha. Na most az a helyzet, hogy az életünk az halad előre. Tehát a legjobb, hogyha most nekiállunk. Most, ma, nem holnap. Azzal, amink van, ugye mondtam, hogy vegyük számba az erőforrásainkat. És majd alakul. Bízzunk benne, bízzunk magunkban, higgyük el, hogy képesek vagyunk rá. Az idei évben a Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, Gyűjt Máté, 3 nemzetközi zongora versenyen vett részt, ahonnan rendkívüli eredményekkel tért haza. Júni
júniusban kapott felhívást a zeneiskola, a Danubia Talents nemzetközi zenei, valamint a Chopin és a Bartók Béla zongora versenyre, amiket több hónapos felkészülés előzött meg. A rangos versenyekre kemény munkával, próbákkal készültek fel. Rögtön elkezdtük a munkát, a verseny novemberben volt, úgyhogy júniustól ez egy olyan 4-5 hónap kemény munka, minden nap gyakorlás. Nyáron nincs megállás, úgyhogy sok munkával jár egy ilyen felkészülés a versenyre, meg nem még nem is júniusban kezdődik, hanem rögtön, mikor bejön ide az iskolába, első lépései, és onnantól már, ha látjuk, hogy a gyerek tehetséges, ambiciós, akkor valahol ösztönösen elkezdjük készíteni ilyen versenyekre. Erről beszélek, hogy a technikáját fejlesztjük, a zene elképzeléseit. Szóval ez egy ilyen felkészülés, szóval sok pár év is van benne. Három-négy év van benne, hogy ilyen eredményeket tudjuk elérni ilyen rangos nemzetközi versenyeken. Nagyon jól érezte magát a színpadon, mondta nekem, hogy ő szeretne még ilyen versenyekre járni, és akkor látom, hogy ez a gyerek erre van teremtve, és onnantól hátulmunkunk van már két regionális verseny nívódíjjal, és most ez a novemberben volt egy nemzetközi Pesten Danubia Talents verseny, ott második díjat kapott. Azon a héten, hétvégén egy Ferenczi György nemzetközi Chopin versenyen ott dicséretet kapott, mivel úgy, hogy nem adta ki az első díjat, és nagyon-nagyon kevés díjat adtak, úgyhogy ez a dicséret úgy megért egy helyezésnek, mert csak 27-5 gyereket kiemelték. És december 1-én volt igazából csúcs, és annak a sok munkának az eredménye a Nemzetközi Bartók zongora verseny, ahol 21-en volt a korcsoportba, és ott mindegyik korcsoportnak adtak dicséretet, nívódíjat, kiemelt nívódíjat. Gyönyörű élmény volt számomra, mert olyan tehetséges gyerekek vannak az országban. Nyilván az összes versenyzőket nem tudtam meghallgatni, csak a Máté korcsoportját, és itt akkor kaptam képet az egész versenyről. A kicsiktől a legnagyobbiak, akik továbbképzősök, és nem mentek zenepályára. Úgyhogy ez nagyon öröm számomra volt. Hát minden a nagy díj is. Nagyon örültük neki, meg nagyon büszkék vagyunk Mátéra, főleg én, meg a szüleim, meg az egész iskola, kollégák, mindenki gratulált. Úgyhogy ez így nehéz dolog a verseny. Nem nagyon szeretem a versengést, de ahhoz, hogy a gyerek fejlődjön, Ez muszáj. Főleg, ha szereti is ezt. Szereti a színpadot, nem fél a színpadtól, alig várja, hogy fölmenjen és mutassa meg, hogy mit tud, és látom, hogy még jobbat is ki tudja magával mutatni a színpad, kihozza belőle még maximumot is, meg pluszt, amit én esetleg nem is vártam, ott látom, szembesülök vele, és nagyon örül a lelkem, hogy ilyen tehetséges növendéket tanítok, és hát nagy felelősség is. A zene szeretete nélkülözhetetlen része a zongorista életének. Güd Máté minden nap gyakorol, fejleszti magát. Fontos számára a szülei támogatása. A Danubia Talents nemzetközi zenei versenyen második helyezést ért el, a nemzetközi Chopin zongora versenyen bejutott az első 5 közé, ahol dicséretben részesült. A Bartók Béla zongora versenyen 100%-os pontszámot kapott. Ez nagyon hosszú munka volt, úgy júniustól már elkezdtük a tanulni a darabokat, és ugye a napi sok gyakorlás az muszáj, hogy meglegyen, mert különben nem lehet elérni semmit gyakorlás nélkül. És hála Istennek ebben támogatnak a szüleim is, és tudok annyit gyakorolni, tudok sokat gyakorolni, van rá lehetőség, és igen, ahogy mondtam, hogy ebbe támogatnak a szüleim, aminek nagyon örülök. Nagyon szeretem a színpadot, amikor így kiállok, és szeretek a színpadon lenni. Ez nem tudom, nekem ez ilyen nagyon jó érzéssel tölt el, hogy másoknak játszhatok.
Szeretnék minél több darabot megtanulni, fejleszteni a technikámat, és még több versenyen részt venni. Chopin a kedvenc zeneszerzője, akinek az egyik művét adta elő a zeneszerzőről elnevezett versenyen. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, úgyhogy ilyen neves zsűrinek játszhattam. Ez is felemelő érzés volt, és ugye elég sokan is voltak, szóval minél több az ember, annál jobban érzem magam, hogy így több energiát ad, adrenalint, hogyha sokan látnak. Szekszárd városa szilveszteri bulit rendezett a város főterén, a Béla Király téren. A kilátogatók forralt bor, pezsgő és tea kíséretében közösen búcsúztak el az új évtől, majd köszöntötték az új évet. A Szekszárdon rendezett szilveszteri eseményen megtelt a főtér kilátogató szekszárdiakkal és környékbeliekkel. A közönséget Kindl Gábor diszkós és DJ szórakoztatta retro és modern zenékkel is. De úgy gondolom, hogy azokhoz hasonlít, amik évekkel ezelőtt voltak, úgy gondolom, hogy jól érzik magukat azok, akik eljöttek ide, és ahogy mondtam, tehát ez nem az én diszkóm, amikor volt egy ilyen interjú is, hogy én nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a programnak, számomra is megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy egy olyan hely, most is egy olyan helyen vagyunk, ami egy gyönyörű tér, ami lehetőséget ad arra, hogy itt jól érezzük magunkat szilveszter éjszakáján. Nagyon sok jót kívánok, minden jót kívánok! A DJ nem sokkal éjfél előtt közösségi táncra invitálta a megjelenteket. Egy ismert dalt és az ahhoz kötődő, a közösségi médiában is népszerű táncot adtak elő, zumba oktatók segítségével. Az új évbe átlépve évfélkor a résztvevők a szokásoknak megfelelően közösen énekelték el a himnuszt. Ezt követően pedig reggelig folytatódott a jó hangulatú, önfelett ünneplés. Nagyon színvonalas az egész este, abszolút, de a barátom nagyon sokat tud erről beszélni. Boldog új évet kívánok mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk! Szilveszter estején gyakori az újévi fogadalomtétel, amelynek során az emberek megfogadják, hogy betartanak vagy elérnek bizonyos dolgokat a következő év során. Többen azonban csak azt szeretnék, hogy boldogok és egészségesek legyenek. Sokkal boldog legyen, és gördülékenyebb! Az ingyenes forralt bor, pezsgő és tea mellett tűzijáték helyett ezúttal kivetített fényjátékkal készültek a szervezők a szilveszteri ünnepségre. Viszontlátásra!